A Kiskörösi Kosárlabda Egyesületnek köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend városunkban a kosárlabda, hiszen a sportcsarnokban tartott edzéseket közel 50-en látogatják. A 15 fős felnőtt keretnek pedig már volt lehetősége megmérettetnie magát, melyekre heti több edzés alkalmával készülnek. Heti háromszor vagyunk jelen a sportcsarnokban, hétfőn, kedden és csütörtökön este 8 órakor, ugye most már külön edzenek a fiatalok teljesen és külön a felnőttek. A felnőttek már a második kupára készülnek, Sziget-Szent Miklóson fogunk részt venni egy szenior tornán. Ide már meghívtak minket az előző kecskeméti sikereken felbuzdulva, úgyhogy nagyon nagy reményekkel várunk neki ennek a tornának. A fiatalokat majd a Diák Olimpián szeretné versenyeztetni az Egyesület, később pedig egy bajnokságban való szereplés a cél. Azonban vármegyénkben nem hirdetnek amatőr bajnokságot. Nyilvánvalóan, hogy nagyobb kosárlabda akadémiákkal még nem tudjuk felvenni a versenyt, de folyamatosan presszionáljuk őket olyan szempontból, nem csak az én egyesületem, hanem másik is a megyében, hogy ezt vissza kell hozni, ezt az amatőr kupa sorozatot a köztudatba, mert van rá kereslet, jönnének rá a nézők is, érdekli az embereket, úgyhogy az idei évben nagyon remélem, hogy ebben lesz előrelépésünk. A sportcsarnokban való edzések mellett pedig az Ültesfát Mozgalom Egyesületnek köszönhetően egy kültéri kosárlabdapályán is van lehetősége edzenie a sportágat kedvelőknek. Mióta átadtuk ezt a pályát, folyamatosan látogatják, folyamatosan külön felhívás nélkül takarítják, karbantartják az ott játszó gyerekek, felnőttek. Én magam is nagyon sokat sétálok arra, nyilván nagyon sokat is dobálok, de öröm látni azt, hogy teljesen ismeretlen családok, emberek, átutazók megállnak, játszanak. Az Egyesület elnöke elmondta, hogy egy komoly versenypálya megépítése a cél, hogy a későbbiekben egy streetball bajnokságot rendezhessenek városunkban.